Makkai Miklós a hazai teke élet egyik meghatározó alakja volt, háromszoros világbajnok. Emlékére harmadik alkalommal rendezett a pápai vasas emlékversenyt, melyet dr. Áldozó Tamás nyitott meg. Egy emlékverseny az látszólag a múltról szól, de valójában ez egy ellentét, hiszen minden emlékverseny inkább a jövőnek a záloga. Ennek az egyesületnek az erejét, a túlélési képességét, amiről beszéltünk sokat, hiszen volt egy olyan 10 év, ami bármely más egyesületet padlóra küldhetett volna. Tehát ennek az egyesületnek, ennek a szervezetnek a túlélési képességét belső összetartó ereje adja. Ahhoz, hogy ez az erő meglegyen, ahhoz nagyon sok minden kellett. Nagyon sok minden, ami természetesen a múltból táplálkozik, ami ezt az erőt adja, kellettek hozzá nagyszerű tekések a múltból, nagyszerű teljesítmények, amik szinte kovászai ennek a szervezetnek. És hogyha ezt az összetartó erőt a múltból eredeztetem, akkor érthető, hogy ez miért a jövőnek a garanciája. Azért, mert ahol ilyen erős a szervezet, ahol képes megszólítani hagyományok felmutatásával fiatal generációkat, fiatalokat, akik szívesen jönnek ide játszani, és pontosan tudom, hogy szívesen jönnek, hiszen látom őket hétről hétre. És az is látszik, hogy ezek a fiatalok egyébként, ahogy most hallottuk, meg olvastuk a közelmúltban a sajtóban, nagyszerű eredményekre képesek, akkor ez egy olyan üzenet a múltból, Makkai Miklóstól és sok minden ki mástól, aki ennek az egyesületnek nagyszerű játékosa volt, vagy éppen sportvezetője volt, ami máig hangzik, és ami alapján bizakodhatunk abba, hogy ennek a jövőre nézve is meg lesz még az áthallása. Müller Károly szervezőtől megtudtuk, az ötnapos bajnokságon közel 40 csapat vesz részt. Azt lehet mondani, hogy az igazoltak száma az olyan 19-20 körül van, az igazolt csapatok száma, az amatőröknél ugye olyan 13 körül, és van 6 női csapat, aki jelentkezett a versenyre. Az esélyekről ugye a nagy csapatokat sajnos nem sikerült elérnem, hogy el tudjanak jönni, így köztük a Szegedet, az Alegeret, Szeged, a Kaposvárt, a Répcelakot, ők ugye a Magyar Szuperligában az élmezőt vezetik, jönnek Ajkáról, ugye a Ajka Kristálytól, ugye jönnek a Győri Etótól, két csapattal, jön Berenye, jön Páka, ugye itt van a pápai helyi csapat, akkor jön Szombathely, úgyhogy azt mondom így is, hogy egy nívós versenyre fogunk kinézni, és remélem, hogy minél több hatszálas fa fog születni. Ez a pályánk azt mondom, hogy már egyre jobban viselkedik, hogy jobban ad, jobban eredményes lesz, és én bízom abban, hogy több hatszálas fa fog születni, és jó csapat eredmények is lesznek. A tavalyi győztes itt van? Nem, sajnos nem indult sem, hogy a Kaposvár nyert tavaly, de az idén nem indultak, ugyanúgy a szegedieknél is egyéni eredményekbe, ugyanúgy a Levente, valamint az Oltán sincsenek itt, akik legutoljára megnyerték a Makkai Miklós emlékversenyt. De én azt tudom mondani, hogy szerintem most is egy olyan, ahogy mondom, hogy ismerem a játékosokat, ismételten csak úgy tippelek, hogy 6-20-6-30-al fogják szerintem. Azt lehet mondani, hogy szép eredmény fog születni. Én azt mondom, hogy igaz, rosszul mondtam már a Kaposvártól a német Máté, aki ugye pápai, ő egyéniben fog indulni a Máté, ő rögtön holnapi nap fog kezdeni, és remélem, hogy a Máté is 600 fölött fog dobni. A nőknél a csapatversenyt az Ipartechnika György nyerte 2231 fával. Egyéniben Tóth Katalin Győrből 591 fával lett az első. Az igazolt férfiak között az Ajka Kristály végzett az élen 2379 fával. Egyéniben szintén Ajkáról Pap Béla győzött. Eredménye 607 fa lett. Az amatőröknél a Farádi csapat nyert 2136 fával. Egyéniben az Atlasz Pápa együtteséből Nagy Szabolcs diadalmaskodott, aki 559 fát ütött.